Sziasztok! Sziasztok! Szép jó reggelt! Hello! Nem tudom, hova nézünk. Mindenhova is. Na, sziasztok! Szép jó reggelt! Újra itt vagyunk, folytatjuk ezt a Business Szombat nevezetű sorozatot, aminek ugye az a lényeg, az az apropója, hogy a szombatot szeretjük, mert bár még tart a hétnek a lendülete, jó nem mindenki. Tart még a hétnek a lendülete, viszont már elcsendesedik minden, és nyugi van, és például a helyek üresek, és lehet kreatívan gondolkozni és dolgozni tovább. És ugye tematikusan próbálok olyan beszélgetéseket összehozni, ahol biztos, hogy olyan emberek találkoznak, hogy valami nagyon izgalmas dolog születik belőle. És hát ugye a mai nap is ilyen lesz, és ami közös szerintem itt most bennünk négyünkben, hogy mindannyian elkezdtünk 1-2-3 éve építgetni valamit, és ezekről a lépésekről is beszéljünk, a nehézségekről, az alkalmazottból vállalkozóvá válásról, tehát ugye ezek a témáink, és kicsit az önismeretnek a bugyraiba is bele-bele tekintünk. Úgyhogy kérem, fussunk egy kört, jó, hogy ki mivel foglalkozik, mit csináltok, miért vagytok itt? És nem néztem. És én kezdtem, ugye? Oké, sziasztok, Marton Gábor vagyok, ide kell néznem, jó? Ide is lehet, bárhol jól esik, jó. Sziasztok, Marton Gábor vagyok. Legjobb egymásra nézni, elég nehéz megfogalmazni azt, hogy mivel foglalkozom, elég széles skálán mozgok. Amiről, ahogy megszoktam fogalmazni, az összes projektemnek egy közös pontja van. Az, hogy kibontakoztassuk a bennük rejlő lehetőségeket. Ez legyen szó arról, hogy van egy karrierakadémiánk, amiben abban segítünk embereknek, akik főleg multiban dolgoznak, hogy ott ki tudjanak teljesedni a karrierükben, gyorsabban tudjanak haladni a különböző lépcsőfokokon, nagyon jó belső brandet tudjanak építeni, hogy őket léptessék előre, és ők legyenek a fókuszban. Akkor van mellettem, most indul egy small talkunk, ez a Cseveg az üzleti sikeri, ami pont itt lesz a High Five-ban a jövő utáni héten. Ez egy új projekt jövőre. Akkor Zolival is ugye együtt kezdtünk el dolgozni, csomó dolgon, ami szintén ugyanez a fókusza. Illetve hát ugye vannak ugye privát ügyfeleim, akiknek szintén ebben segítek, hogy kicsit legyen több rendszerein az életükben. És te ki tudják bontakoztatni mindazt, ami bennük van, legyen szó akár vállalkozásokról, vagy párkapcsolatokról, vagy éppenséggel abban, hogy szeretnének mondjuk hatékonyabban kommunikálni másokkal. De nekem igazából ez a közös pont a minden vállalkozásomban, és ami egyébként nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, tök inspiráló ilyen környezetben indítani a szombat reggel. És ami kifejezetten jó, hogy ugye mindannyian valamilyen szintű tartalmat és vizuális tartalmat gyártunk és állítunk elő, úgyhogy ez is egy olyan kapcsolódási pontunk, ami tök izgalmas. Fruzsi? Átadom a szót a Fruzsinak. Sziasztok, én meg Nyári Fruzsi vagyok, és hát nálam a közös pont az leginkább az, hogy tök szeretek így új dolgokat kitalálni, és tök előről elkezdeni felépíteni. Úgyhogy az elmúlt 10 évben, mióta vállalkozó vagyok, tök különböző dolgokat csináltam. Voltam öltönyfutár, üzletembereket öltöztettem, behoztam egy ideiglenes tetoválást, festettem néven, és most az utolsó kettő, mióta gyerekeket szültem, a legaktívabb az a Fuss Babakocsival Egyesület, mert hogy mi babakocsival futunk, erről elkezdtünk blogolni, elkezdett nőni egy közösség, lett belőle sportegyesület, beleraktunk egy futóbabakocsi kölcsönzőt, és ez olyan tök jól kinőtte magát, elkezdtek turisták bérelni tőlünk, hogy most Lotiroz név alatt nemzetközi franchise-ba szeretnénk így a beutazó turistákat segíteni, és hát egy ilyen babahomi kölcsönzőnk van, és családbaráttá tesszük a szállodaszobákat, apartmanokat, meg a nagyon fontos része az, hogy nagy szívás a gyerekekkel, hogyha elmegy az ember város nézni, és nem tudja, hogy nézze meg a város, mert üvöltenek, meg vinik egy csomó cuccot, és ezért mi kitaláltunk egy csomó sétaútvonalat, amibe beleépítettük játszótereket, bababarát helyeket, úgyhogy több pihentetően tudja megnézni a gyerek is a város. Úgyhogy most Lotiroz az, ami leginkább a nagy kihívás, emiatt is kezdtem el a videós tartalmakat gyártani, mert hogy szeretek úgy értékesíteni, hogy nem feltétlenül csak direktben, meg szeretek sokkal többet visszaadni, és igazából a videós tartalmakkal így Budapestet mutatjuk be nekik, meg egy csomó hasznos tippet adunk utazással kapcsolatban. Tök jó. Sziasztok, én Kovács Roland vagyok. Hát igazából nekem még ennyi tapasztalatom nincs a vállalkozói életből. Igazából egy fél évvel ezelőtt kezdtem el írni a blogomat. A téma az nagyjából hasonló, mint amit a Gábor is említett. Viszont annyival kiegészítve, hogy az én témáim leginkább akkor épülnek, hogy hogyan tudod optimalizálni azt a kis egyensúlyi állapotot, amikor nem csak szellemileg, illetve a teljesítményed növelésre koncentrálsz, hanem ez honnan tudsz energiát, erőt gyűjteni. Tehát az, hogy a testi és a lelki harmóniát, az hogyan tudod olyan szinten egyensúlyba hozni, hogy ne pusztuljál bele a rengeteg melóba, illetve hogy mindig kipihent legyél, ne legyél fáradt, illetve hogy legyen energiád ahhoz, hogy megvalósítsd az álmaidat. Rengeteget kísérleteztem én is az elmúlt években, az, hogy milyen módszerek, milyen alvási trükkök, tippek,
milyen sportolás, hogyan fér bele a 9-5-ig tartó munkába, ugyanis azt tudni kell, hogy én még alkalmazottként is dolgozom jelenleg. Úgyhogy ez egy elég nagy kihívás számomra is, azért is jó, hogy így meg is osztom a tapasztalataimat, milyen az, amikor 5 órakor felkelsz, hogy megír egy blogposztot, utána elmész dolgozni, aztán este hazamész, elmész sportolni, utána hogy talán a barátokra is jut egy kis idő. Úgyhogy ezt egy kicsit saját bőrömön szeretném megtapasztalni első kézből. A következő időszakban, mivel nemrég jelent meg az első e-bookom, ahol igazából azt a rendszert írom le, aminek a segítségével el lehet indulni a változás útján. A következő időszakban pedig nekem is a videók és a videós tartalmak lesznek a középpontban, úgyhogy röviden ennyi. És ez egy tökéletes példa amúgy arra, hogy ugye sokan félnek ezt a nagyon nagy lépést megtenni, hogy ez egy tökéletes példa arra, hogy ha megfeszíted magad, akkor ez ugye lehet átmenet. Igen. Nagyon fárasztó, nagyon kemény, de ha van egy konkrét célod, akkor az nem lehet kifogás, hogy dolgozol, mert mellett ugyanúgy ott van az a 3-4-5-6 óra per nap, amiben meg tud valósítani az álmokat, célokat, csak hát fáj, amikor hajnalba föl kell kelni. Igen, én úgy indultam neki egyébként ennek az egésznek, hogy ez egy teszt. Tehát, hogyha a kettő együtt megy, akkor az gyakorlatilag bizonyítja azt, hogy igen, ehhez nekem van kedvem, szeretem csinálni, és nem azért csinálom, mert muszáj. Nem egy külső motiváció az, ami engem tol előre, hanem inkább megpróbálom én húzni az egészet. Tök jó. Én is gondolom, bár az én csatornámon vagyok, de azért, hogy valaki először látja... Mi nem ismerünk téged. Igen, vagy légy szíves. Vagy esetleg megosztásba jutott el valahova, akkor bemutatózni, meg Dallos Zoltán vagyok. Én meg ugye kereken 2 éve volt, hogy elhagytam a biztosnak vélt alkalmazotti létet. És nyilván sok hegyen, völgyön át, most ott tartok, hogy az egyik fő tevékenységem az, hogy én segítek cégeknek, szervezeteknek abba, hogy legyenek hatékonyabbak, tehát a hirdetéskezelésbe, a kommunikációba, a stratégiába, a marketingbe. És emellett pedig most egy pár hónapja elindult ugye az első saját, mondhatni most már egy rendezvény sorozatom, Üzlet és utazás néven, ahol egy este keretében inspiráló előadásokat adunk a közönségnek, és egy moziteremben van megrendezve, ugye ez a specialitása. Pont most tegnap zárult az első workshopom, amiben Gábor is segített, illetve mellette ugye először hobbiból, vagy hobbiként indult az egész videózás, vlog, illetve interjú sorozat formájában. Ez pedig az interjúnak egy ilyen B-ága, ami egy ilyen spéci, blazább, kötetlenebb, hogy négyen beszélgetünk. De én azt látom, hogy pont ez az interjú sorozata az, amivel én nem keresek rövid távon semmit, csak adok, ahogy te is mondod, hogy ugye rengeteg értéket tudsz vele generálni, de valahol majd megtérül a világban. És ha másra nem arra, hogy a Gáborra is így ismerkedtem, meg igazából veled is így találkoztunk személyesen, először, hogy annak köszönhetően, hogy valahogy egy videós kooperációban gondolkoztunk, és durr, tök jó kapcsolatok születnek, úgyhogy... Hát meg a brandedet nagyon jól erősíted, ez azt szerintem nagyon király. Hát meg a kooperáció, tehát igazából én tök azt gondolom, hogy ha megnézzük akár a zeneiparban már a 70-es, 80-as évektől, ahogy volt az MTV, mit csináltak a sztárok? Összeálltak. Igen. Jacko, Futuring valakivel. Együtt énekeltek, együtt csináltak, és durr, és a kettőnek a közönsége tábor összeadódott. Tehát szerintem pont ez a legjobb az interjúkban, ilyen kollaborációban, mert erősítjük egymást. Na, egyébként ez egy nagyon okos gondolat. Mindenkinek megvan az a buborék, az a követő bázisa mindenkinek megvan, az a személyes ismeretségi köre meg követő bázisa, és ebből a 4 halmazból lehet egy nagy uniót csinálni. Egyébként ez egy nagyon okos gondolat a Zoli részéről is, mert így gyakorlatilag 3 legyet üt egy csapásra, tehát gyakorlatilag 3 interjú egyben, egyrészt, másrészt pedig ingyen rövid idő alatt nagyon sok jó ötletet kaphat egyébként. Mikor fogsz érte fizetni neki? Ez más kérdés, hogy vagy ti mikor nekem van megjelenésért, hogy hogy is van. De valahogy összehozunk majd ezt. Valahogy bim-bim vagyunk szerintem. Igen. Jó, beszélgessünk szerintem kicsit arról, hogy az első lépés megtétele a kifelé kommunikációval. Tehát az első lépés, amikor kitesz az első posztot, amikor kirakod az első videót, remegő kézzel megnyomtad a publish gombot, az milyen érzés volt, és mik jártak a fejetekbe? Mik voltak a félelmek? Mi adott erőt? Hogy kezdtétek az első lépést? Visszaemlékszem, én másfél, vagy lassan 2 év volt az első videóblog, szóval érdemes megnézni egyébként. Ez az első videóblog vágatlanul, ez volt a címe. Egyébként még YouTube-on is ez fönn van, meg ugye Facebookon is. Facebookon raktam ki először egyébként. És erre már egyébként 3 éve készültem. Tehát nekem volt egy ilyen 3 év, hogy féltem. Az nem semmi. Féltem kitenni magamat, volt benne egy ilyen frusztráció, hogy most fú, milyen ciki lesz, meg akkor még a
a banknál dolgoztam, és biztos, hogy ezért ki fognak rúgni, hogy valami, biztos, valami szabályt megsértek ezzel. És akkor csak azt mondtam, hogy mit szeretnék ezzel kommunikálni. Igazából az volt a célom, hogy inspirálják másokat is arra, hogy megmerjék tenni ezt az első lépést. Nyilván remegtem előtte, meg 10-szer fölvettem, meg minden egyéb. És, de nekem ezt úgy szoktam hívni, ezt a leap-nek szoktam hívni, hogy angolul ez az ugrásnak szoktam hívni, hogy néha meg kell ugrani ilyen dolgokat, ami félelmet kell bennünk. És ott álltam a kamera előtt, így mögöttem volt, emlékszem, hogy megvan a videó, nem volt jó belőle a hajam, ilyen piros volt a trikóm, a háttérben szintén valamilyen piros a színű, ilyen függöny volt, tehát tökre nem volt profi a videó. És nem is a kamerába néztem, hanem a képernyőt néztem, hogy nézzem magamat vissza, azt ahol kell nézni. És akkor nagyon jó volt, hogy akkor így elkezdtem mondani, de olyan, utána így megjött ez a flow, én tök nagy ilyen szeretetet éreztem, hogy kiteszem és kitettem, és valami volt, akkor nem tudom, most már szerintem 4600 embert látta azt a videót, az egy videót, amikor kitettem. És hogy nem is az volt a lényeg, hogy mennyi visszajelzést kaptam, és nem számítottam arra, hogy ennyi komment lesz. Tehát így ömlöttek a kommentek, valaki fölhívott, hogy mennyire jó, hogy ezt csinálod, csinál tovább. És hogy szerintem ez az, amit el kell fogadni az, hogy sosem tudhatjuk, hogy ez a lépés, az mihez fog minket vezetni. Hogyha ilyen teljes szívünket bele tudjuk tenni, akkor viszont meg lesznek azok az eredmények, amit szeretnénk, de akkor már nem az eredmény miatt tesszük, hanem magunk miatt tesszük valamilyen szinten, hogy túllépjünk ezeken. Ja. Igen, ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ezt a leap-et megtenni. Ugye nagyon sokszor ugye ez az izgalom, amit úgy keresünk a hétköznapokban. És szerintem az is egy baromi izgalmas dolog, hogy amikor ezt a leap-et, ezt az ugrást megteszed, akkor nem feltétlenül tudod, hogy ott a gödörben kis párna vagy lángya lesz alattad. Ja. Tehát, hogy én is emlékszem egyébként, nagyjából egy éve volt, amikor az első írásos posztomat készítettem. Mai napig emlékszem rá, 2 hétig írtam. Tehát, hogy ez valami brutális, egy nagyjából 2000 szavas cikkről beszélünk, amit most körülbelül egy olyan másfél óra alatt cakli-pakli össze tudok rakni. 2 hétig írtam, csinosírgattam az utolsó szavakat és a helyére jöttem. Mi lett a vége? Ment a kukába. Yeah. Tehát, hogy teljesen újraírtam az egészet, és igen, az, hogy nagyon sok idő kellett nekem is, mire eljutottam arra a pontra, hogy igen, ezt én csináltam, ezt kirakom, olvassátok, és bármit kérdeztek, én arra válaszolok. Átadom azt, hogy csak előre eszembe jutott, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy ilyen tök elvárás nélkül. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy most ennek tökéletesnek kell lennie, de most vajon mit jelent a tökéletes, sokat szoktam, hogy ügyfeleim is erről, hogy mi a tökéletes? Nincs olyan tökéletes. Igen. A tökéletes az csak valamihez képes lehet, de miért hasonlítanak magunkat össze valamivel? Igen. Mert ki tudja, ami neked nem tökéletes, az a másik ember meg tök tökéletes lesz. Tehát ezek kár ezen túlagyalni. Igen. Tehát ki kell, és ezt szoktam mindig a szívre kicsit hallgatni, hogy akkor tedd ki azt, ami benned van. Yeah. Meg halogatni, nem? Én azt utálom ebben, hogy olyan sokat halogat az ember akkor, és sem biztos, hogy jobb lesz, de egy csomó mindenről nem marad közben. Ó, persze, igen. Neked első videó, feltöltés? Hát, nekem így blogpost, meg így publikálni Fussbabakocsi kapcsán az egyáltalán nem volt nehéz, meg most sem érzem egyébként nehéznek, mert én tök személyes dolgokat osztok meg, tehát hogy szerintem nektek, akik szakmai dolgokat osztotok meg, mint például a férjem is most, hogy adó tanácsadó, és ilyen szakmai blogokat csinál neki, tényleg tök nehéz is, ő rengeteget görcsörölte, de én igazából teljesen személyes élményeket osztok meg, úgyhogy nekem nem olyan nehéz, de inkább nekem is az volt, hogy nyilván kiraktam az elsőt, és akkor így, úristen, én is nem a kamerában néztem, hanem magamat néztem, tudod, meg nagy a fejem, és nem jó, tehát hogy inkább ilyen technikai problémáim voltak vele, de alapjában nem, mert én az igazság, hogy azt az elvet vallom, hogy alapból imádom azt, amikor egy komfortzóna átlépés van, én tök szeretem, tök áldom anyuikat, hogy olyan természetem lett miattuk, hogy ilyen nagyon nyitott vagyok, és így sok mindentől nem parázom, amitől így körülöttem, igen. Úgyhogy én nem szoktam ezen túl görcsölni, meg túl gondolni ezeket a dolgokat, úgyhogy nekem nem nehéz, de azt érzem, de hogy van egy evolúciója is. A legeslegelső videó, amit megcsináltad, és kamera, és rajt, és akkor beszélünk. Egyébként kezdődő az volt a könnyebb, mert amikor legelőször az első videót megcsináltam itt a Lotti Rose-ba, akkor pont ott volt benne egy kicsi túlagyalás, elvittem magammal azt, akitől kértem, hogy segítsen vágni, mert azt gondoltam, hogy majd lehet, hogy egyedül nem megy, és akkor megcsináltuk azt, és akkor utána kaptam visszajelzést, és meg én is azt éreztem, hogy nem jó, ha van külső segítség. Egy az, hogy elveszíti a személyességét, ami nekem minden vállalkozásban rettentően fontos. Másik az, hogy nem is volt olyan fruzsis ettől. Én meg szeretném megtartani ezt. Tehát, hogy engem, én azt hiszem, ha önazonos dolgokat csinálhatok, és ez így eddig mindig jól is sikerült.
Értem, csak arra azt akarom mondani, hogy azt mondtad, hogy a neked ez az, hogy a személyes oldaladat mutatod, de nagyon sok személyiséget viszed le, tehát hogy nekem pont ez volt a para. Tehát az, hogy a szakmai része az, amit már 10 éve csinálok, és az kisújva benne van, és bármikor beszélek róla egy órát, bárhol, bárkinek. És az, hogy viszont az, hogy az én fényképemet oda rakni mellé, tehát ez a, amikor éjszaka felkelsz és le vagy izzadva, és tiszta hidegverítik, tehát hogy ez nekem óriási pár. Tehát 300 ember előtt beszélsz. Igen, és ez az érdekes, hogy az már kvázi természetes, nyilván akkor is van még bennem egy kis druk, mert egyébként, hogyha nincs benned ez az izgalom, akkor valószínűleg az azt jelenti, hogy nem is nagyon érdekel a dolog. De az, hogy egy írás mellé odarakni a fényképemet, meg hogy úristen, holnapra az én fényképemet, nem ne viccelj meg, és hát nyilván ez alap, tehát hogy ez kell ahhoz, hogy ismerjenek. Meg szerintem az fontos, hogy és szerintem megtanulni a kettő között az egyensúly. Tehát, hogy a videóblogom nekem az főleg személyes, de úgy, hogy azért legyen benne egy olyan dolog, hogy ezt én felismertem magamban, és hogy lehet, hogy ez másoknak is fog segíteni. De szerintem tök jó megtanulni a kettő között az összhangot, hogy legyen azért szakmai a dolog, meg legyen benne a te fűszered, tehát a te egyéniséged, mert van egy ilyen mondás, hogy your vibe attracts your tribe, na? Mit nézünk? Elcsesztem. Az egész? Dehogyis. Kezdjük előről. Nem, csak mert a egyikhez nem voltam protokit, de mindegy. Az úgyse fontos, hogy ez a két szög a lényeg igazából. Úgyhogy ennyi. Te is látszott? Én a másik. Jó, ennyi. Márcs? Nyugi. Ja, jó. Tökéletes. Én az ellenőrzöm. Ennyi volt. Ennyi volt, és akkor végez, sziasztok! Nem, a személyiségről beszéltünk, hogy mennyire fontos beletenni hogy a tartalmainkba a személyességet, mert szerintem az a varázslatos, amikor megnézek mondjuk akár ilyen YouTube videókat, ami engem nagyon megragad, az, ami nem az, amiből így látszik, hogy nagyon össze van rakva, hanem van benne egy pici, az ő személyiségéből, tehát amikor van egy kis fűszerben. Van benne hiba. Van benne hiba, mert hogy szerintem az tök, tehát hogy... Könnyebben azonosulni. Igen, mert hogy ja, akkor ő nem azért, nem itt van. Én sokszor elképzeltem azt, amikor jártam mindenfajta tréningre, Los Angeles-től kezdve mindenhol, hogy így fölnéztem az előadóra, és hogy neki nincs hibája, és akkor nekem is olyannál kéne válnom. Szóval rájöttem, de hogy is ezek is, hogy ők is ugyanúgy emberek. Ja. Tehát, hogy nem kell félni. Csak most átugrik a hibáján, mert már nem foglalkozik. Igen, nem foglalkozik. Nekem ugyanaz, én emlékszem a legelső videó, azt sokszor elmeséltem, hogy a 17. április 26. malagai reptére jövök hazafelé, két hónapos inspiratív állapot volt, és akkor, de ugyanaz remekben felvettem ötször, nem jó, úristen, nem töltöm föl. És mondom, hagyj menjen. És addig nem száll fel a gépre, addig nem lesz meg az első. Ott volt 4 órán, felvettem, gagyi lett, lógott a fülemből az drótos headset, ilyen halálgagyi. De hát most meg 160 rész után már tényleg kitérve kell, hogy forog a kamera, nem? Hanyadik rész után érezted azt, hogy most már úgy nem? Hát sok kellett azért. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem egy ilyen bőfél évleg, tehát ilyen 50-60-70 rész. Amikor már úgy kezdtem tényleg elengedni, és azt mondom, hogy nem érdekel. És ezért is jó szerintem az a szituáció, főleg akinek mondjuk tényleg van ezzel kapcsolatban problémája, amikor vagy egy interjú, tehát beszélget, és eltered a figyelmed azzal, hogy beszélgetsz valakivel, és nem a kamerára figyelsz. Vagy például többen csinálnak vezetés közben, úgyhogy vezet, nézi az utat, és közben magyaráz valamit. Ami meg szerintem az megint azért jó, mert az utat figyeled. Tehát én is azt érzem, hogy olyan kapcsolatban tök jó gondolataim jönnek, mert elfelejtem a kamerát. Egyébként ez tök jó trükk. Az egyik zenész barátom tanította nekem azt a trükköt, hogy ők amikor stúdióban vannak, és iszonyat jó basszusgitározik, és nagyon bonyolult témákat játszik, és amikor mondta, hogy már annyira bonyolult témát játszik, hogy igazából neki is nagyon oda kell figyelni, akkor fél lábra áll. És jobban, és tehát kicsit arra is figyel, hogy az egyensúlyát megtartsa, viszont arra nem parázik rá, és nem görcsöl rá arra, hogy el fogja rontani, és újra kell kezdeni. De ez egy több technika, azt én tanultam ismerve, hogy a figyelme egy részét kihelyezni, hogyha valami stressz helyzet van, akkor is, hogy ne vonódj bele teljesen, ez tök jó szerintem is. Ennyi. Tehát tényleg az, amikor néha egy följön bennünk egy olyan érzés, hogy úristen, ezt most elronthatom, vagy... Akkor biztos, hogy akkor biztos. De ilyenkor én azt figyeltem meg, hogy amikor mondjuk valami új társaságban vagyok, akkor a sokkal jobb az, hogyha, meg amikor networkingről beszélek, hogy akkor arra figyelek, hogy oké, mi az, amit tudok adni, és akkor azt a kérdésem, oké, most miért vagyok itt? Azért vagyok itt, hogy valamit adjak például. És a figyelme az egyből azon, hogy mit tudok adni, és utána pedig csak el kell kezdeni. És szerintem a legtöbbször a legnagyobb akadály az, amikor az elkezdés előtt van, ugye, amit most ugye a tegnapi workshopodnál is ugyanez volt, hogy akkor jó, de akkor mivel kezdjem?
És ugye volt az a kérdés, hogy többeknek nem volt meg az ötlete, és akkor elkezdtek ötletet, és mondom, akkor olyan legyen, mint egy menütök van, van egy 10-es menütök, és akkor valamelyikkel elkezditek, meg kezdjetek el valamit csinálni. És szerintem ez tök jó, hogy nem arra figyelsz, most ez a féllábon állás, vagy kézen állsz, vagy kézen állsz, vagy bármi, hogy ne azon legyen a figyelmet, hogy adom a stressz helyzeten. Nézzük, szerintem egy kicsit még azt, ami tök érdekes lehet, mondjuk ez inkább ilyen technikai része, hogy mondjuk a személyes márkának, vagy így a kommunikációtokban folyamán milyen csatornákat használtok, és van-e ebben benne valami tudatosság, vagy rendszer, vagy van-e valami sorrend, vagy hogy ez hogy épül föl nektek így a kommunikációba? Fruzsi? Mennyire tudatos, és mennyire adhok mondjuk így a... Hát nem, nekem a Lotirosban alapból fel van írva 150 videótervem, tehát hogy nekem az így megvan, de ehhez képest mégis az van, mert hogy alapból nem indítottam volna a csatornát, hogyha nincsen legalább 6 hónapra tervem, hogyha heti egy videót ki akarok adni. De ezen felül egyébként most rendszeresen olyan videótartalmakat gyártok, amit így nem terveztem be, ma megyünk a karácsonyi vásárba, jövő héten korizni megyünk, bejárjuk a koripályákat. Tehát, hogy mindig jön új, mert megismerkedem volna kivel, és akkor együttműködések, javadó lenne ez az. Úgyhogy nyilván az témára fűzöm, tehát hogy minden így családi utazással kapcsolatos, de hozzájön egy csomó egyéb személyes is, úgyhogy ennyi a tudatosság benne, hogy a téma. De van egy terv? Azon kívül nincsen, meg van egy terv, amire tudok azért támaszkodni. Tök jó. És videó, szöveg, weboldal, blogpost? Én hogy nem tudok jól írni, ezért a blogposztokat kiadtam, meg nem is sok olyan jól angolul. Egyébként nekünk ezért is két nyelvű minden tartalmunk. Szeretnék, hogy a magyar célközösségük is van, de leginkább turista, ezért angol is. Igen. Tehát, hogy én videózok. Ezt hogy oldjátok meg? Mert ez nagyon sok emberben, még bennem is dilemma, hogy nehéz. Váltani, nem váltani, feliratozni, nem feliratozni, te is kétszer csináld meg a videókat. Erről mi a véleményetek? Mert ez egy tök fontos téma szerintem így sokaknak. Hát ez nagyon nehéz egyébként szerintem. Nekünk akkor lesz könnyű, hogyha tavasszal eladjuk az első franchise-t, mert akkor lesz egy Lotirosz Official, meg lesz egy Lotirosz Hungary. És akkor egyértelműen szétválik a nyelv. De most de ez mit jelent? Weboldal szinten, YouTube csatorna szinten nem, és Facebook oldal szinten? A weboldalunk az két nyelvű, tehát az egyelőre az angol-magyar. A Facebookunk és Instánk, meg a YouTube-unk az úgy van megoldva, hogy Facebook, Insta az angol és magyarul is van a poszt. Okay. Most egyelőre a magyar van elő, mert magyar a nagyobb követőtáborunk. És a YouTube videók, meg én magyarul beszélek, és mindig rá van égetve az angol felirat. De egyébként rengeteg tök jó a szöveg. De sokkal jobb az, hogy rá van írva a szöveg egyébként, mert a anyuka a célcsoportom, és az anyukák tudjátok, mikor nézik a videót, észak, amikor szoktat, 3 órán keresztül sötétbe, nem hallgatja. WC-n ülve, főzés közben, mondjuk pont annyira nem jó, de jellemzően azért inkább akkor, amikor nem inkább tudja hallgatni. Csendbe kell. Igen, csendbe kell lenni. Meg... És akkor nem is YouTube felirat, hanem rárakod rá a videóra. Igen. Ez megfontolandó. Mert te is kétszer csináld meg az összes videót. Igen, és egyszer magyar, egyszer angolul. Ugye most ugye a YouTube-ra még annyira nem fókuszáltam rá. Podcast. Podcast ugye. Szerintem, hogyha már angol, egyébként ez tök király, mert annak nagy távolja van meg nyelven. Jó, de oké. Okay. De például angol, jó, csak ez is mi a baj? Ott van az angol piac, meg az egész nemzetközi angol nyelvű piac, az egy végtelen tenger, és egy kis pont vagy benne. Vagy van egy feltörekvő magyar piac, most a podcast piacon. Igen. Jövögetnek föl, Gábor is csinálja a podcastet, de hogy még tök új, és hogy így viszont akkor egy szűz piacon ki tudsz tűnni sokkal jobban a magyar nyelven. Nyilván kérdés, hogy ki a célközönséged, meg mi a célod vele hosszú távon, de... Én nekem az a stratégiám, amikor most ketté fogom választani a YouTube csatornám, mert a YouTube-on van most nem tudom hány videóm van, már nem is számolom. Ki fogom venni onnit az angolt, újra föl fogom tölteni majd az angolra, tehát az legyen két külön, tehát az kicsit két külön piac a YouTube. Különösen a másik az, ugye, amit szeretnék majd most az új videóknál, az a feliratozás. Tehát, hogy arra kell valakit találnom, aki, ha valaki nézni szeretne feliratozni, akkor szívesen, én nagyon szívesen tanulok valami dílt. Mert hogy tényleg fontos az, hogy aki viszont tényleg meg szeretné nézni a tartalmat, annak tényleg legyen lehetősége könnyen. Vagy csak a videó alatt ott legyen a transzkript, amit el tud olvasni. Tehát nekem az is már tök jó, hogy ez így legyen meg. A másik nyilván az Instagram, az nekem most elsősorban most magyar, nekem több a magyar követőm, tehát ilyen 90% az magyar, tehát ott is elsősorban magyar, meg utána majd angol, és utána ugye a Facebookom az meg angol-magyar, ugye az megkommentő, hogy az official. Hát ott tudsz váltani a nyelvet, hogy két nyelven meg tudod írni a posztot, az könnyű. Persze. De az ugye elvileg a böngészőhöz, az ugye az ő a látogató böngészőjéhez igazítja, hogy melyiket igen, mutatja meg neki. Igen, de ott is ugye angol-magyar videókat is kiteszem, tehát nekem minden megvan. Ugye az official szájtom, meg a saját személyes szájtom, illetve az éles stílus csoportomban is ez benne van. Hát szerintem ez egy tök nagy, egyrészt stratégiai kérdés is, hogy mikor lépsz ki a nemzetközi piacra és miért. Igen. Tehát, hogy van-e értelme, vagy pedig tényleg inkább itt erősödj meg és majd később.
Kettő pedig tényleg, hogy itt sokkal, nyilván a saját nyelvünkön sokkal könnyebben építünk föl bizalmat, követőtábor, stb. Kapcsolatok meg minden sokkal egyszerűbb. És ott meg óriási nagy versenyed van, mert 100 000 podcast van, ami hasonló világszinten. Igen, tehát... szerintem abból a szempontból is jó, hogyha egy kezdő magyarul kezdél. Igazából ez nálam is óriási dilemma volt, mert igazából először Ilni a medium.com-on kezdtem el, tehát ott még minden márka nélkül. És egy fél éve sikerült a honlapomat elindítani, a Balance & Bloom-ot, ahol már csak magyarul írok. Igazából azért is kezdtem el magyarul, mert amit az előbb is mondtatok, hogy kisebb közönség, és én abszolút azt vallom, hogy először legyek egy színpadon jó, tehát hogy gyakoroljál 5 ember előtt, és amikor már jól megy, amikor már az az 5 ember azt mondja, hogy tényleg szuper az, amit csinálsz, akkor mehetsz a nemzetibe fellépni. Tehát, hogy azért megvan a folyamata mindenkinek. Nyilván, hogyha valaki úszni akar megtanulni, akkor az nem úgy áll neki, hogy na, akkor jövő héten nemzünk az olimpián. Tehát, hogy kell egy folyamatos... Bár is látom már példát. Így van. Viszont ugye itt meg ugye az a probléma is, hogy általában az összes kis országnak, vagy ilyen limitált nyelvű ország, de ebben nagyon kitűnünk, tehát hogy ahogy semmi ez nem hasonlít a nyelvünk, és ez nagyon nagy probléma, mert nyilván bármilyen külföldével találkozol, oké, ránéz oldaladra, jó, tök jól néz ki, de egy szót nem értek belőle. És ez probléma amúgy, tehát hogy én is ezt érzem így a külföldi barátkozás során, hogy Zoli, tök jó, úgy nézem a videóidat, de nem értem. Ezért én pont amiatt, tehát hogy én ezt úgy fogom fel, hogy ami szerintem fontos egy főleg váltásnál, hogyha mondjuk alkalmazottból valaki változik, ugye ezzel erről is fogunk majd beszélni Zolival jövő héten, hogy fontos az, hogy olyan skilleket, olyan eszközöket kell a kezedbe tenni és fejleszteni magad, majd nem is gondolsz előre. És én azért csinálom meg angolul is, meg azért csinálom meg magyarul is, mert nekem stratégiaim van a külföldi konferenciák, stb. Tehát ez egy gyakorlásnak fogom föl. Tehát még hogyha még több időbe kerül, egyébként nem kerül olyan sokkal több időbe. Tehát mondjuk egy videónak a megcsinálása angol-magyarul mondjuk egy óra. Úgy mindennel együtt. Ugye én nem vágom a videóimat, tehát én egyből is spontán beszélek, előrakom a intrómat, meg az outrómat a végére, és körülbelül ennyi esetleg a hangot beállítom. Meg tálni a helyszínt az a hosszú idő. De hogy meg utána a föltöltés, hogy csatlakozik az internet. De az már kevésbé. Tehát, hogy nyilván vannak ebben olyan feladatok, amiket mindenki lesz szervezni. De a fontos itt megint az, hogy felezd magadat ebben a dologban. Mert minél jobban tudsz mondjuk egy videón keresztül kommunikálni, ez fog segíteni a személyes. És csomó dologban segít. Tehát, hogyha csak gyakorlásnak fogod fel, tehát hogyha adnék egy feladatot, akkor azt lenne, hogy akkor csinálj olyan videót, vagy csinálj valami olyan dolgot, ami fejlesz valamit. Mert hogyha innét nézzük, hogy nem feltétlenül csak a célért csináljuk, hanem magunk miatt, hogy fejlesszük magunkat meg, jobbá váljunk nap, mint nap, akkor érdemes ilyeneket csinálni. Na, miben fejlődtetek? Mit tanultatok azóta, mióta elkezdtétek a saját dolgokat építeni? Hú, hát szerintem erről egy napot beszélhetnénk körülbelül. Ugye pont amit a Gábor mondott, hogy folyamatosan fejlődni, ugye én is, amikor elkezdtem írni, tehát az, hogy oké, hogyan épül fel egy blog bejegyzés? Oké, ezt megtanultam. Hogyan készítünk címet? Hogyan dobjuk fel? Én igazából nagyon szeretem feldobni grafikával, képekkel, gifekkel, tehát na most rá van mániáim a gifek. Igazából én, hogyha meglátok egy blog szöveget, tehát az nekem házi feladat, és nem olvasom el. Tehát nekem kell az, hogy bekezdésenként legyen valami érdekes kis dolog benne. És az, hogy oké, ezt honnan szerzem be, hogyan rakom hozzá? Akkor amit mondtál, hogy kiszervezni a dolgot. Oké, mit jelent az, hogy kiszervezni? Tehát, hogy már ez is, tehát, hogy egy fél mondatot beszélünk róla, de egyébként megtanulni azt, hogy hogyan szervezel ki feladatokat, az egy óriási nagy felhő még, amit így. És ugye amikor csinálod a kis dolgodat is, rájössz arra, hogy kiszervezés, azt is megtanulni. Hogyan építek fel egy WordPress oldalt, azt is megtanulni. Hogyan kezelem a pluginokat, azt is megtanulni. Hogy ez mind rengeteg dolog, és ez baromi sok idő. Úgyhogy rengeteg mindent tanul az ember, szerintem nehéz kiemelni így néhány dolgot, amit mindenképpen meg kellene tanulni. Szerintem nagyon fontos, hogy tudatában tudjuk azt, hogy mit nem tudunk. Tehát, hogy is erre próbáljunk meg figyelni és felkészülni. Tanulási folyamat? Ilyen technikai dolgokban nem voltam otthon, úgyhogy nekem az volt, hogy egy kicsit nehézkes, hogy így összerakjam, hogy mi az, amivel így normális minőségi videót lehet csinálni.
Meg nekem azért néztem a te videóidat is, meg a Magyar Uzsi Csabinak is nézem, meg külföldieket is elkezdtem nézni, hogy hogy lehet ilyen szép minőségi képeket csinálni, mint amik, meg ezeket a nézőpontokat, amiket ti is használtok, hogy most néztem a Fimosztos videót, és azt is te csináltad, ugye? Most, amiben a report van, vagyis ugye az előadásod van, ott is tök jó dolgot vettél fel ott a bálna körül is, és én emiatt kellett egy kicsit fejlődnöm, meg meg kell is. Csak vártam, amit vettem föl, de igen. Az meg kihozni. De mindegy, a részét viszont te vetted föl, és mindenhol észrevettem azt, azt mondtam is neked a személyes találkozónál, hogy tök jó szemed van ehhez, hogy hogy vett fel a videókat, hogy elfutsz valamilyen ötlet, teszed a kamerát, oda mész, meg egy csomó minden. Én ezeket kell, hogy még tanuljam is, meg fordítottam így energiát, meg megtanultam belenézni a kamerába. És tök érdekes, mert a Casey Neistat, ő az egyik világszinte leghíresebb ilyen jellegű youtuber, most több mint 10 millió követővel, és őt kérdezték mindig, hogy de hát Casey, miért bohockodsz azzal, hogy nyilván amikor fölvesz egy jelenetet, hogy belép egy hotelszobába, akkor először bemegy, leteszi a kamerát, visszamegy, bezár és bemegy még egyszer, hogy miért bohockodsz ennyit vele? Hát mert ettől lesz egy film, ettől lesz sztori benne, ettől tudom elmagyarázni azt, hogy mi a környezet, mi történik, hogy ebből tudja átvinni egyikből a másikba, és igen, valószínűleg hülyének nézik, hogy háromszor elsétál, ugye egyszer leteszi, meg visszamegy a kameráért, de ettől lesz izgalmas, és egyedül csak itt tudja megmutatni magát kívülről, hogy milyen, mi a környezet. És a környezet ugye sokszor az, az mutatja az egész sztorit, hogy hol vagy, mit csinálsz, megérkeztél, egy átmenet A-ból B-be, ez igen, tök érdekes. És ez amúgy szerintem is nagyon fontos rész, hogy maga a storytelling. Tehát az, hogy az egésznek legyen egy történeti ível, akár egy blogbejegyzésről beszélünk, akár egy 2 perces videóról, tehát az fontos az, hogy valahonnan elindulj és valahova megérkez. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy valamit felmondok így az űrbe, amiben így nem lehet megkapni. Meg kell tervezni. Igen. De különben ezt szakmánál nagyon nehéz, mert a férjem, ahogy adótanácsoló blogokat vesz föl, és nagyon küzd azzal, hogy ő semmiképp sem szeretne irodai környezetben felvenni. Uh-huh. Az irodájában, ő a székében. Uh-huh. Úgyhogy vele most már gyalogoltunk, akkor munkásszálláshoz mentünk, mikor munkásszállós blogot csinált, most szemüvegboltba megyünk, hogy a szemüvegekről fog videót felmondani, ő is vezetett már, mert neki meg az probléma, hogy gyorsan beszél, és sokat beszél. Meg gyorsan, de egyébként van, amit azt gondolom, hogy nem feltétlenül muszáj rá így gyúrni, hogy az más legyen, mert akkor megint csak nem lesz önazonos, nem? Mert nála is az van, hogy például felvettük a munkásszállós vlogot a tökéletességre visszatérve, és képzeljétek el, hogy hát legalább 10-szer vettük föl az egy ilyen 8 perces blokkot az SZIA-ról, és nem volt hajlandó feltenni a videót, mert hogy nem volt vele megelégedve, mert arra koncentrál, hogy ő gyorsan beszél, hadar. És ezért is gyalogolunk, hogy lassabban beszél, de szerintem azért, tehát hogy így most, hogyha én ilyen vagyok, persze próbálok lassabban beszélni valamennyivel, de nincs rajta extra nagy figyelmem. És szerintem az egyik legnagyobb nehézség szerintem, és visszatérve ezekre a skill fejlesztés, az, hogy legyünk magunkkal picit elfogadóbbak, hogy nem vagyunk tökéletes, és ez tök oké. Meg még egy valami fontos, bocsánat, hogy ugye igen, mi a tökéletesség, de hogy ugye csak úgy tudunk fejlődni, hogyha csináljuk és kapunk visszajelzést. Persze. Tehát saját magunkról, a környezetről, pozitív, negatív, ugye mindig lesz negatív, erről is beszéltünk, hogy 5-10% mindig cinikus, irigy, negatív, ezzel kell fogadni, de hogy nekünk ugye arra a 60-70-80%-ra kell koncentrálni, akinek alapvetően tetszik és bátorít és csinálja, és hogy ezekből a visszajelzésekből, és hogy ez egy folyamatos interakció legyen a közönség és te közötted, hogy megcsináltad, oké, ezt nem így kéne, ez kicsit ezt emeld ki jobban, oké. De ez ugyanez mindenre igaz, a vállalkozásra, a rendezvényekre, kérünk visszajelzésbe építjük, és ugyanez a videónál, hogy azért kell csinálni, hogy tudjál gyűjteni feedbackeket, ez a legfontosabb. És csinálni kell, tehát nem kell arra várni, hogy majd ha, hanem szerintem csinálni kell, és tök oké, hogy van egy evolúciója, jó, olyan volt, tanulunk, fejlődünk, gyakorlástól lesz egyre jó. Ez természetes. És majd egy példát hagyj hozzak be, amikor Karrier Akadémiának az első tréningeket csináltuk, az szólt így a brandingről, önmagunkról és önismeretről. És nagyon érdekes volt, hogy akik ugye részt vesznek ebben a programban, ők csúcs teljesítőknek hívjuk, tehát ők nagyon ügyesek már most a karrierjükben, tehát többségük az már ilyen középvezető, vagy szenior vezető, szenior szakértő, stb. És ott volt egy nagyon érdekes téma, hogy hú, én feljönni jöttem ide, hogy szeretném még esetleg azokat a hibákat, vagy amiket úgy tapasztalok, azokon változtatni. És nagyon érdekes volt, hogy kicsit így visszamenni oda, hogy oké, ez most nem arról szól, hogy fixírozom dolgokat, hanem elsősorban arról szól, hogy észrevegyük magunkba azokat a dolgokat, amit már jól csinálunk. Igen. Mert sokszor van az szerintem, aki fejlődni vágyik, hogy akkor jó, akkor, és ez magamból is beszélek, tehát ez így a teljesen önazonos, én sajnosokat foglalkozok ezzel, de nekem pedig az a fontos, hogy én arra fókuszálok, hogy mivel vagyok már tök jó. Igen. Mi az a jó tulajdonságom. Mert hogyha állandóan azon nézzük, hogy na még ebbe kéne változtatni, meg akkor az nem jó abban a dologban, meg hogy akkor így legyen, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy oké, most én ebből ezt tudom kihozni. Igen. Vagy ahogy szoktam fogalmazni, legyünk olyan, mint a tűz,
ami minden igazából felhasznál a saját magának az építésére. Bárhol van. A tűz akkor oltódik csak ki, amikor már nincs mit felhasználni. Ez abszolút így van, és ez a tökre egyetértek, hogy nagyon sok időt én is elpocsékoltam azzal, hogy a gyengeségeimet próbáltam meg felhúzni legalább a nullára. És nem azt mondom, hogy teljesen felesleges időtöltés, mert nyilván valamit muszáj megcsinálni, de hogy leginkább az erősségekre koncentrálni. És az, hogy nekem is ez a storytelling, tehát én imádom a meséket, rajzfilmeket, és ezen nőttem fel, és hogy ez az a része, ami tök jó megy, tehát hogy még egy viszonylag bonyolultnak tűnő szakmai témát, és úgy fel tudok dolgozni, hogy az bárkinek érthető legyen. Igazából szoktam is mondani ügyfeleknek, kollégáknak, hogy egyszerűsítsd le annyira, hogyha vasárnapi ebédnél a nagymamának elmeséled, akkor megérti. Tehát, hogy bármiről is van szó. Ezt mondom, sajnos a hülyes új rendszert Igen. De tök hálás vagyok, például nekünk a gyerekeknek az van, hogy a 6 éves az most már rendszeresen mondja vissza a mi szójárásainkat, és például ezt mondogatja mindig, hogy még szerencsé, hogy mindenre van megoldás. Akkor mondja ezt, hogy tedd vagy ne tedd, de nem próbáld. És akkor ezt így tényleg odaillő szövegkörnyezetben mondja, pánik helyzetben mondja, hogy szerencsé, hogy mindenre van megoldás, és tök jó, hogy most már a mi generációnk azért már tudja majd így nevelni a gyerekeit. És nem lesz ennyi para ezzel, hogy kompenzálja az előtelen dolgait és fókuszálja. Szerintem egy ilyen mondat egy gyereknek szájából Az annyira autentikus, tehát mint azért van hozzá Bud Spencer is külön, mert jó, persze, hogy nyilván, de igen, tehát hogy ez az, amikor egy felnőtt az így hall egy ilyet egy gyerek szájából, és akkor egy hű, oké. Akkor megyek is átgondolni. Igen. Feldobok egy témát, mostanában ugye gyakran hivatkozunk a Steve Jobsnak azt a híres beszédét, ami mondja, hogy a dolgok összekapcsolódását sokszor csak utólag tudod meg, és amikor mész előre, csak bízol benne, hogy majd jól alakulnak a dolgok. Meg abban veszed, amúgy is rengeteg igazság van. Tehát azt mondom, hogy a vállalkozóknak ilyen 1.0 kötelező kéne, hogy legyen ez a videó. Voltak-e olyan példáitok, vagy emlékeztek olyanra, hogy csak utólag biztos, hogy rengeteg ilyen volt, de hogy egy-két példát nézzünk már, hogy amikor csak mész előre és már unod, nem tudod, de hogy később, basszus, ez ezen múlt. És én megtettem azt az egy lépést, és mondjuk mi lett belőle. Van ilyen példátok? Van. Van nekem... A publikus akkor meg még jobban örül neki, ha megosztod velünk. Van, de nem mondom. Van, abszolút. Ugye erről már beszéltünk azt, hogy a saját arcomat hozzáadni a dolgokhoz. Ugye addig, amíg amikor a blogot elindítottam, akkor ugye abszolút arc nélkül ment. Tehát megvolt a márka név, tehát ez a Balance and Bloom, ugye a honlap, megvolt a logó is, és jöttek az írások, és nulla arc. És aztán talán május vége fele voltam egy ilyen márkaépítős rendezvényen, és akkor mindenhol ez arcot hozzá, arcot, nincs rajta, azon miért nincs rajta, személyes, úristen. Na jó, és akkor volt egy újratervezés, és az egyik barátommal elmentünk Városligetbe, hogy mondom, legalább két normális fénykép legyen rólam, tehát hogy... Ugye nyilván ilyenkor csinál az ember magáról 365 fényképet, és egyik se tetszik, mindent dobja ki. Tehát ugye megint egy nagyon jó alkalom arra, hogy halogassuk a dolgot. És egy barátom csinált több profi képeket, na és akkor eljött az igazság pillanata. És akkor a fényképet, és akkor az Instagramot is. Ugye igazából nálam a blog és az Instagram a fókusz, ugye ezt nem mondtam az előbb. És akkor oda is elkezdtem felrakni a személyes jellegű tartalmakat, fényképekkel, gondolatokkal. Exponenciálisan megnőtt az olvasottság és követők száma is, tehát hogy többszörösére. Mondhatod, hogy nagyságrenddel növekedett. És azt hiszem ezután volt nem sokkal, hogy az ezres követői bázislát is léptük, tehát hogy ugye nagyon sokáig, hónapokig paráztam, hogy mi lesz, amikor már itt az én arcom ott lesz. És akkor arra meg nem is beszélek, hogy ugye Photoshop, retusálás, meg hogy tényleg az, hogy tökéletes legyen, baromság, el kell felejteni, tényleg. Kirakni magadat az, hogy igen, ez vagyok én, ezt csinálom, ezt mondom. Nektek olyan lépés, mert utólag jött erre, hogy basszus, ezen múlt, és milyen jó, hogy megtettem azt a lépést?
Nekem az az önismereti tanfolyam volt, amire 25 évesen elmentem. Az volt az előadás neve, képzeljétek el, hogy pénzintelligencia. És a tesómnak a férje volt, és akkor mondta, elmenjünk el. És az, az igazság, hogy addig is már így 8. korom, amikor elengedett az általános iskolás tanár, akkor mondta anyukámnak, hogy én ilyen mindenlében kanál vagyok. Szóval, hogy úgy elég jól megvoltam így magamnak, de az volt az, amire így elmentem tanfolyam, és így brutál mennyiségű erőt összegyűjtöttem így azzal kapcsolatban, hogy így jéghártyán is megéljek, és tényleg mindenféle szituációhoz tudjak így idomulni, meg még nyitottabb legyen a személyiségem. Úgyhogy nálam az, hogy az arra úgy elmentem. Ha nem mentem volna, akkor lehet, hogy még mindig az ügyvédi irodába ülnék. És így meg ott így dobtam tényleg egy 180 fokos fordulatot, és totálisan másodlantól kezdve az életem, és rohatállás vagyok érte. Tök jó. Nekem még a karrieremből volt pár ilyen példa, amire nagyon tisztán emlékszem, hogy ott igazából én mindig egy dolog volt a fókuszomban, az, hogy hogyan tudok ott valamit innoválni. Tehát nekem ez egy nagyon fontos értékem, hogy hogyan tudok valamit fejleszteni. És akkor, amikor megérkeztem a bankba, akkor kockázatkezelésen kezdtem el dolgozni, mert előtte nem kezdtem el még, ezzel még nem foglalkoztam. És akkor úgy éreztem, hogy itt azért még van mit fejlődnöm, csináltam egy nagyon hosszú Excel listát arról a 292 darab kockázatról, amit folyamatosan fejlesztettem, hogy egyes előterjesztéseket megnéztem, hogy milyen kockázatok vannak, és akkor elkezdtem listát írni róla, és lett belőle checklistem. Utána már többen is elkérték tőlem, hogy akkor kapják már meg, mert ez egy tök jó struktúrában van, és akkor nekik is így könnyebb. És ezzel tök sok értéket teremtek ugye a banknak is, mert ugye csomó kockázatról esetleg valakinek éppen nem jut eszébe, és akkor nem baj, hogyha az ott van. Utána ebből az következett, hogy pár hónapra rá bevettek a talent csapatba. Tehát frissen voltam ott, tehát ez általában egy-két év után vesznek valakit, de bevettek engem a talent csapatba. Utána kaptam egy projektet, amit meg kellett csinálnunk. És akkor senki nem szeretett volna prezentálni, akkor én mondom, hogy szívesen prezentálok 5 perc a board előtt, tehát a management board előtt. Tökéletes, és igaz, csomó feedback jött. Utána megint akkor a 40 fős management team előtt is akkor nekem kell ugyanazt előadnom. És mivel nekem megvan a saját stílusom, viccesen, de nem az volt a célom, hogy valakit lenyűgözzek, hanem az volt, hogy átadjam azt, amiért szerintem ez a projekt tök jó. Utána megkeresett az egyik HR-es hölgy, hogy hú, van egy belső tréneri csapat, hogy szeretnék-e tréner lenni. És mindig az álmom az volt, hogy tök jó volt látni, hogy trénerkednek, de jó, én is szeretném. És egy belső vágyam volt, és valahogy ez így megjelent. És akkor mondták, hogy most igazából nincs is már igazából felvétel, nem téged csak úgy bevennénk, és akkor indul a program, és végigvittek minket egy ilyen fejlődési folyamat, utána ugye belső tréner lettem, utána mentoráltam is embereket. És mondhatjuk azt, hogy abból indult, hogy hozzátettél proaktívan valami pluszba, és figyeltek. De azzal szándék, hogy nem tudtam annak, hogy mi lesz a vége, nem csak amiatt, hogy jó érzés volt ezt így hozzátenni. És szerintem ez egy tök nagy tanulság, és tök jó, most erről ez most így kihozta belőlem ez a beszélgetés, mert erre jobban érdemes figyelnem a jövőben. Tök jó. Nekem az interjúk. Tehát én például, hogy ha egy dolgot kiemelnék, számos olyan szál van, most nézzük csak a mi ismeretségünket, meg hogy most Gáborral elkezdtünk például együttműködni, az annak köszönhető, hogy nem pont tegnap volt erről szó, hogy a Kardos Bálinttal csináltam egy interjút. Szia Bálint, köszönjük még egyszer. Bálint, köszönjük. Ő vele, már nem is emlékszem, hogy honnan ismerkedtem meg, valahogy megismerkedtem, ez lehet, hogy talán minden Milánon keresztül, de a Milánt is onnan ismerem, hogy még egy éve ráírtam, hogy szia, figyelj, tök jót csinálsz. Működjünk már, hogy csináljunk egy interjút. Na most vele is most már elég szoros a kapcsolatunk. Közös roadshow-t tervezünk amúgy jövő év elején, január végén, február elején. Tehát, hogy egy csomó ilyen együttműködés indult el, ami onnan indult, hogy írtam valakinek, hogy szia, csináljunk egy videót, adnék ezzel, beszélgessünk, tök jó, működjünk együtt. És hogy nekem ez, ami, és ilyen számos ilyen történet, ami ide kötődik vissza. Mi hol állkozunk? Minden reggelén. Vagy reggelén. Akkor ez is a Milánnak köszönhető. Igen. És akkor közvetlenül ez is a videónak köszönhető. Ruzsi is igazából itt találkoztunk először. Én köszönhetően találkoztam veled Facebook hirdetés. De a videó miatt? Facebook hirdetés, előadás. Okay. És az előadás miatt kezdtem el megnézni, hogy te ki vagy, és akkor igazából okay. Ez is szerintem zseniális, nem? Hogy ezek a pici apró pontok. Meg hogy úgy, hogy ugye... És kiderült, hogy van közös ismerősöd, igen. Közös témánk bőven, tehát és tök más szálon. Ez zseniális. Tehát tényleg az, hogy így most is ugye a Zsolt, ugye a kedves férjed, ugye nekem is adott még régebben ugye, több tanácsot is. Tehát, hogy így tök jó, hogy így, és akkor most ugye most beszéltünk, hogy Tényleg. Úgyhogy az a nagy tanulság ebből, hogyha tényleg úgy jelsz hozzá dolgokhoz, hogy mit tudsz adni, akkor úgy is meg fogsz térülni. Meg az, hogy... Sosem tudod utólag, hogy előre vagy... A nagy tanulság van az az együttműködés. Igen. Én rájöttem, hogy egyedül kevésbé működök jól, igen. Mint mondjuk együttműködésekben. Igen. Tehát az, hogy Zolival is együttműködünk, akkor van az Erdősi Gellérből, a Karrier Akadémiát csináljuk, vele is együttműködünk.
akkor Bálinttal is ugye együttműködünk, Karvas Bálint a Instagram kapcsán, akkor a másik két, az Atissa, meg az Eszter, akik csináljuk ezt a cserébe, az üzleti sikerért, tehát hogy az is így együtt csináljunk. Tehát én rájöttem, nekem ezek azok, amik tök jól működik, mert én akkor vagyok igazából kreatív, mert akkor azok a dolgokat tudok foglalkozni, ami igazából az erősségem. Igen, én is azt vettem észre saját magamon is, illetve másokon is, hogyha igazából egy valamiben tök jó vagy, de hogyha még két-három embert magad köré gyűjtesz, akik hasonlóan gondolkodnak, igazából hasonló értékek, elvek szerint működnek, hasonlók a célok, akkor ezek olyan szinten hatványozódnak, ezek az erősségek, hogy tényleg olyan dolgokat is el lehet érni, amikre nem is gondolsz. És amikre szoktuk azt mondani, ugye, hogy merj nagyot állni, meg kell is nagyot állni, ugye? De hogyha több hasonló gondolkodás ember összejön, akkor tényleg ezek ez tényleg működni kell. Yeah. No, hát most ugye zárókört szerintem, mert az időnk az még egy dolgot vége felé jár, és egy záró gondolatot pont szerettem volna kérni, hogy egy tanulság, egy záró gondolat, egy szolgálati közlemény, lesz-e valami programotok, tényleg bármi, akkor fussunk egy olyan zárókört, hogy hol találnak meg titeket, és nekem van még egy ötletem ez a mai beszélgetés. Ugye sokat beszélgettünk a Leap-hez, és hogy teljesen önazonosak legyünk, hogy most én azt gondolnám, hogy vállaljunk be egy challenge-et. Jó, szuper. Szerintem legyen egy ilyen játék. Forog a kamera, igen. Én nekem ugye van már egy challenge a november 30-ig befelejeződjön a honlapom, azt mondja, kérem, hogy akkor abban a leírás vagyok, az mindenki lássa, hogy akkor az kész van. Szuper, ezt vállalod. Ezt már vállaltam, de még valami másikat is kéne vállalnom, azon még gondolkozok majd, és akkor átadom oda nektek. Hogy de legyen egy olyan, ami azt érzed, hogy hú, van benned egy kis izgalom, egy kis félelem, de nem az a nagyon erős, ami a megakadályozna. Jó, már nem szeretem. Itt már. Igazából ez nekem folyamatban van, és nagyjából egy másfél hete láttam egy felhívást az egyik Facebook csoportban, ahol online tréningeket kellene csinálni egy emberkének, aki az ő előfizetői csoportjának ezt eljutatná. És ugye ez nekem a videózás is, ez nekem igazából most még egy óriási félelmem, és mivel most készült el az e-bookom, azért azt gondoltam, hogy oké, bejelentkezek neki, és ugye szerintem ez az egyik legjobb dolog, amikor valamitől félsz, de elköteleződsz a dolog iránt, és valaki másnak, és egy vadidegennek elköteleztem magam, hogy december 8-ig meg fogom csinálni az egy órás online videós tréninget. Tehát, hogy ez... Wow, tök jó. Na, december 8-1 December 8. Úgyhogy igen, úgyhogy ez elég para. A scriptet azt már elkezdtem összerakni, nyilván az e-bookon alapul, tehát hogy ez tök jó, hogy kiegészíti egymást. Tehát igazából ott csak tovább kell egy kicsit gondolni a történetet, és ez december 8-ig felvenni, összevágni, összerakni. Úgyhogy fej a húrokban. Most nagyon szeret mindenkit, igen, de úgy igen, ez a... Jó. Nem, nehéz kitalálni. Addig jövök. Addig tudsz gondolkozni. Nekem volt egy kihívásom szeptemberben, és most érzem megint, hogy visszaestem. Ugye szeptember közepén volt egy 15 napos videó kihívásom, és most megint nem vagyok flow-ba. Azért nyugtatom magam, meg azért nem zavar ez annyira, mert minden más viszont megy. Tehát én azt mondom, hogy azért nem szabad postulozni magad emiatt, mert most éppen olyan kedvem van, hogy többet írok. És ugyanúgy megvan, több kép készül. Tehát hogy igazából szerintem ezzel önmagában nincsen baj, meg a videók is inkább ilyen jellegű videók. Interjú. Tehát kicsit most másfajta, mint a régi klasszikus vlog volt, hogy akkor magamat veszem. De hogy akkor legyen kis comfort zone a challenge megint, akkor hó végéig ezt megint vállalom. Ma ez kimegy. 15 napos? Nem, 5 vagy 6 nap van most hó végéig. De hogy legalább akkor most hó végéig legyen minden nap megint egy, csak hogy megint rápörögjek. Akkor ez nem tudom, 5 vagy 6 videómától. Úgyhogy én ezt vállalom. Ez most kicsit kényelmetlen, úgyhogy ez jó. Ez fáj. Egy picit. Ennek mi örülünk? Kicsit fáj, az jó. Így van. Én nekem most kicsi nem jut eszembe az a helyzet, hanem nekem ilyen olyan jut eszembe, amit már itt emésztem magam hónapok óta, hogy emiatt, hogy ilyen újrakezdő típus vagyok, hogy mindig valamit kitalálok és felépítem a nulláról, mert csomó mindent csináltam, és az a szívás a személyes brandben, mert hogy mindennel nagyon fontos volt nekem a személyesség, hogy ezért van kb. 5 felületem, amit menedzselnem kell jelenleg, és ez tök vacak. Az a legé. Igen, csoportszinten, oldalszinten, és már emésztem magam rajta hónapok óta, hogy lehet, hogy kéne csinálni egy saját csatornámat, és az alá betenni inkább ezeket. És ezt nem tudtam még eldönteni, hogy csináljak-e egy nyári Fruzsi Fruxi csatornát, és az alá be tudom tenni a vállalkozásomat, és akkor csak egyet kell menedzselni, vagy pedig így céges szinten most akkor két csatornát csinálom.
Úgyhogy nekem az lenne akkor, hogy most akkor most eldöntöm, hogy energiabefektetés talán kevesebb lesz, és bevállalom azt, hogy akkor csinálok egy saját csatornát, és azzal berakom a vállalkozásokat, januárban legkésőbb elindítom. Ez szuper. Tehát, hogy január 1-én úgy jön. Igen. Január 1-én. Na, az tökéletes. Tökéletes. Elindítom a csatornámat. Amúgy zárójelen nekem egy ilyen elég hosszú Google Excel-em van rá, és pipálgatni kell az összes csatornát, mert annyira sok, hogy egyszerűen kezelhetetlen tényleg, hogy van egy content sor, az legyen egy cikk, egy videó, egy kép, egy leírat, egy bármi. És végig kell nézni, hogy hova mehet ez ki. Weboldal, Facebook page, Facebook csoportba, személyes Facebookra, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, mondjuk azt annyira nem használjuk, oké, akkor utána jönnek a... Egy Tumblr az most pont nincs, a Medium, nem nagyon használom, de a külföldi cikkeket oda ki kéne tolni, akkor a, ami olyan, azt blog.hu-s oldalomra feltöltöm, hogy hát az Index átveszi. A fordítások, a leíratok, a videó leíratok, végtelen. Nekem az jött be, hogy van egy táblázat, és akkor pipálgatom, hogy melyik hova illik, és kim van a mindenhol, de kemény. Nekem ez ráadásul különböző témájú. Hát tehát kocs babakocsival, lottiroz, babakocsis fitness, öltönyfutár, tehát így tök különböző. Neked csak ennyi. És akkor igen, úgyhogy nehéz összefésülni. Na Isten, mester hát te vagy a kihívó. Na Gábor. Na, egy nagyot, mert te kezdeményezted, hogy valami durvát kell mondanod. Jó. Nekem elmondom, milyen témák vannak, jó? Tehát egyik, ami mindenképpen, ugye egyik az most majd váratlan indul a Karrier Akadémia 2.0, de az még, picit még a szájba. Ami nekem most legfontosabb, nem könnyű, csak. Ugye van az a rendszerezés november 30-ig a honlap. Mert azt vállalom, hogy össze lesz rakva a rendszer, tehát a folyamatok megvannak, hogy mikor, hogy írom a blogposztot, mi a struktúra, uh-huh. Ez az egyik, ez a program. A másik nagy álmom az, hogy beindítsam a Level Up programomat, ez a szintlépés program, ami arról szól, hogy az alapvetően egy 3 hónapos program, ami egy membership-el van összekötve, aminek az a célja igazából, hogyha van egy olyan vágyad, amit esetleg még nem, és úgy érzed, hogy szintlépés lenne az életedbe, akkor nem van egy nagyon jó keretrendszere úgy, hogy olyan rendszereket rakunk össze, ami garantálja azt, hogy te azt meg is fogod lépni, és egy közösséget szeretnék körül építeni Magyarországon. Ami tényleg arról szól, hogy az emberek a szívéket bele tudják rakni a bazad dologba, lehet, hogy aki fitnessbe szeretne fejlődni, lehet, hogy aki a vállalkozásába, de nincs meg az az inspiratív közeg körülötte, aki támogatná őt ebben, és nincsenek meg feltétlenül azok az eszközei, ami ezt garantálja azt, hogy ő ezt meg is valósítsa. És ez nekem most már egy elkezdett összeállni, tisztálátás, rendszeresség, ilyen hasonló elekantibilitás, amit most látom. És arra biztatnám egyébként mindenkit, hogy ha van egy olyan challenge-ed, amit szeretnél most számon kéretővé tenni saját magad, akkor kommentelj be. A Facebook, YouTube, bárhol. És hogy természetesen várva titeket a Level Up programra. És még nem beszéltünk össze, de ez igen, tökéletes zárszó. Ennyi. És ennek a határidő december 15. Tehát, hogy akkor erre adok 2 hetet magamnak, hogy akkor ezt szépen felépítsem. És köszönöm. Na, hát ez így elég kerek. Köszönjük. És nagyon produktív reggel. Nagyon élvezem. Egy záró gondolat, szolgálati közlemény, bármi a végére. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Ez egy őrült inspiratív volt ez a szombat. Tehát érzem magamban az erőt, meg ma még van 2 coachingom, tehát ezt itt teljesen át tudom adni majd a 2 résztvevőnek. Én nagyon örülök, hogy megismertlek titeket, és akkor együttműködés. Én ezt mondom, hogy szeretném mind a kettőtök kell leülni. Abszolút. Még, és akkor így beszélgessünk, még hogy tudunk egymásnak segíteni. Oké. Okay. Köszönöm. Sok sikert ezekhez a szombatokhoz, mert tök jó. Köszönöm. Igazából záró gondolat, mint csak annyit a nézőknek is és nektek is, hogy köszönöm, hogy itt lehettem, és tényleg én is örülök, hogy megismertelek titeket. Záró gondolat, még igazából az elbukomból ragadnék ki egyetlen mondatot, hogy nem kell túl sokáig húzni a rétes tésztát, ne halogassatok. Bármit is terveztek, bármit is szeretnétek elérni, csak kezdjétek el, a többit azt majd megoldjátok. Majd jön hozzá az élet. Na, én nagyon örülök, még egyszer nagyon szépen köszönöm, és akkor itt elbúcsúzunk. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, és sziasztok! Hello.